A Városi Közterület fenntartó cég munkatársai január 7-én kezdték meg a funkciójukat vesztett karácsonyfák begyűjtését. A lakótelepeken a hulladéktárolók mellől a családi házak esetében az ingatlanok elől viszik el a fákat. Az elmúlt évben mintegy 20-22 tonna fenyőfát szállítottak feldolgozásra. Egész hónap folyamán szeretnénk folytatni a hét minden napján, amikor az időjárás engedi, tehát amikor nem a hóval kell dolgoznunk, akkor a karácsonyfákat is tudjuk szedni. Kérünk mindenkit, hogy papíroktól megtisztítva, nem becsomagolva helyezzék ki a kupatárlók mellé, ugyanis tehát kommunális hulladékot nem tudunk bedolgozni az zöld hulladékba. A karácsonyfák bedarálásra kerülnek, majd egy külső vállalat bioenergetikai célokra hasznosítja. A tél derekán járunk, de már magunk mögött tudhatunk néhány kisebb-nagyobb havazást. A törvényi változás miatt az önkormányzatoknak most már az eddiginél több járda tisztításával is meg kellett birkózniuk. Dunaszerdahelyen egyelőre nem okoz gondot a plusz feladat elvégzése. A járda területeink az új törvény értelmében most már háromszorozódtak körülbelül, amit nekünk kell kezelni. A gépeink egyenlőre győzik a munkát. Ami a járdák takarítását illeti, 8 kisgép végzi a hótolást, illetve a szórást. Ezen kívül a úttest szórását és takarítását külső vállalkozás végzi nagyobb kapacitású gépekkel. Amennyiben intenzívebb havazás van a városunkban, akkor lehetőség nyílik arra, hogy a gépek munkáját kézi munkaerővel is kiegészítsék.